Mi lesz április 3-án? Április 3-án sorsdöntő választás lesz Magyarországon. Édespár mondta, hogy eddig csak szavazás volt, most választás van. Igazi választás. Két Magyarország között kell választani. Soha ilyen jó esélyünk nem volt. Nem lesz könnyű, de most 12 év óta először legyőzhető lett a Fidesz. És ez egy fantasztikus eredmény. Az emberek bízni kezdtek, reménykedni kezdtek. Ma egységesek vagyunk. És akkor, ha mind megfogjuk egymás kezét, szeretettel, elfogadjuk egymást sokszínűnek, föl fog szabadulni ez az ország. Ne azt nézzék, ami elválaszt bennünket, hanem azt nézzék, ami összeköt. Együtt sikerülni fog. Támogassák az ellenzék közös listáját, és vallják velem együtt, hogy a kijárat abból a gödörből, ahova Orbán Viktor sodorta ezt az országot, nem jobbra és nem balra van, hanem csak felfelé.